Hadtörténészként az első közé tartoztam, akik elég bátrak voltak ahhoz, hogy szembesítsék elsősorban önmagukat 1956-os történéseivel. Én 35-37 éves voltam a 90-es években, és bevallom őszintén, ahhoz az 56-hoz, amihez elérkeztem, hát nagyon messze voltam, egészen másként szocializálódtam ebben a kérdésben. Éppen ezért különösen odafigyeltem későbbi szakértői hadtörténészi munkáim során, hogy hiteles legyen az, amit csinálunk, hiszen ennélkül mondhatunk akármilyen igazságokat, csak egy ponton csúsztassunk, és az építmény összedőlt. Tehát készült nagyon sok 56-os film, napjainkban is készülnek ilyen filmek, és az én vizsgálati szempontom a legfontosabb, hogy mennyire hitelesek ezek, mennyire közelítik meg a valóságot, illetve a rendező vagy a forgatókönyvíró rendelkezik-e bármiféle prekoncepcióval. Számtalan olyan rendezővel dolgoztam, akik prekoncepcióval közeledtek a témához, és hiába próbáltam meggyőzni őket ennek helytelenségéről, mégiscsak a filmalkotásból visszaköszöntek ezek a prekoncepciók. Hogy kezdtem a vizsgálatot? Köszönöm a felkérést. Próbáltam utána nézni, hogy ki az a Sára Sándor, akivel én azért a Hadtörténeti Intézetben elég sokszor találkoztam, történelmi film kuratóriumi ülésekre jött, és néhány önkényesen kiragadott életrajzi adat az, ami véleményem szerint, vagy nekem most fontos volt. Látjuk az elismertséget, látjuk, hogy milyen az érdeklődési köre, tulajdonképpen ezekből a sorokból kiderül, hiszen az utcán tengődő emberekről készít képet, érzékeny, a korának érzékeny pontjaival foglalkozott, jelzési érték, hogy a filmjeit, és főleg a rendszerváltás előtti filmjeit mindig később mutatták be, vagy egyáltalán bemutatták ezeket a filmeket, és az elhúzott és meggyötrött emberek sorsával figyelmeztetnek ezek a filmek múltunk keserves történetére. Fontosak ugye a személyes indítékok is, édesapját 56-ot követően ugye harmadszor internálták, legalábbis az internet tanúsága szerint, és hát ő maga ekkora főiskola forradalmi bizottságának a tagja volt. Tehát éppen elég olyan személyes adalék ez, ami alapján akár prekoncepcióval is közelíthetne bármely a korszakkal kapcsolatos problémával. A másik, ami fontos volt, hogy milyen filmeket készített, és ezek filmek közül, ugye melyek azok, amelyek vagy kifejezetten 56-tal foglalkoznak, vagy vannak 56-os vonatkozásai. Ezek közül, a filmek közül tulajdonképpen három filmet néztem meg, némelyiket többször, nem volt egyszerű mutatvány, hiszen ezek egyike másika egész napos program. Ez a Néptanítók, a másik a Sír az út előttem filmsorozat, és a harmadik, amelyről majd a legtöbbet szeretnék, ha lesz időm beszélni, hiszen ez az a film, ami kifejezetten a forradalmi szabadsághoz történésével foglalkozik, az Aki magyar velünk tart. Fontos az, hogy mikor születtek ezek a filmek, és amikor az 1981-ben készült Néptanítók című filmet néztem, kíváncsi voltam arra, hogy megtalálom-e azokat a kritikai elemeket, amelyek a hatalom szempontjából akár veszélyesek is lehetnek. Örömmel állapítottam meg, hogy ezek az elemek megtalálhatóak, sőt, bizonyos tekintetben köthetőek szűkebb szakterületemhez, 1956-hoz. A történet gondolom mindenkinek ismert,
most egy pár ilyen elemre szeretném felhívni a figyelmet. Különösen érzékenyen viszonyul a témához Sára Sándor, gondolom Csóri Sándorral együttműködve, nem tudom, hogy a dramaturgia elemeket hogy születnek, majd egy ilyenre szeretnék kitérni. Tehát az 50-es évek problémakörével találkozunk, és olyan 1981-ben, bár ugye a Rákosi korszakot lehetett kritikával illeti, de olyan vélemények is megfogalmazódnak, illetve az interjú alanyok elmondják, és Sára Sándorék bevágják a filmbe, amelyek tükrözik a korszak szörnyűségeit. Tehát van mondani valója, nem felesleges, mondjuk a 80-as években sem felhívni a figyelmet az 50-es évek szörnyűségeire, hiszen ugyanarról a rendszerről, szisztémáról van szó. Itt található ugye Lengyel Kuti János a tanár, akinek a diákja nem ír semmit a dolgozatban, és utána indokolja, hogy miért, hiszen hogy írhassa le, hogy jó a rendszer, hogyha a családjával mindezek történnek. Vagy például, hogy a néptanító, a kántor Svajda Bélából, hogy lesz forradalmi bizottsági tag, a személyes sorsán keresztül ismerjük meg azokat a nehézségeket, amelyeket át kellett élnie, hogy aktív szerepet vállaljon, mint mondja, sajnos beavatkoztam, vagy a következményekkel szembesülve, hogy kicsit megdádáztak, és ami nagyon szintén tetszett a filmben, hogy elmondja, hogy a börtönből szabadulva bemegy egy fodrászhoz, sorok kívül megborotválják, rendbe teszik a fizi miskáját, és egy fillért sem értek el tőle. Tehát az a fajta szimpátia, amellyel találkozik ő a szabadulását követően. Vagy a megtorlás jellegére, tehát hangsúlyozom, 1981-ben vagyunk, ami nagyon fontos, az a mondat, hogy a fegyőr már tudta, hogy kimegy a síralomházba, és ki fog szabadulni. És mondom, ha arra elég fogékonyak vagyunk, nagyon komoly információkat hordoz. Nagyon visszaköszön a filmből, ez a későbbi filmekre is igaz, amelyekről itt szó volt, hogy próbálja a hatalom tettestásként bevonni a társadalom széles rétegeit, céljai, most ez esetben a megtorlás végrehajtásában. Jöttek a feljelentések, de ott van a másik oldal is, a tárgyalás előtt a faluból érkező asszonyok megsimogatták, jelezve a szimpátiájukat. Vagy a határát a manipulációnak és a megfélemlítésnek a tárgyaláson a tanúk már nem mertek hazudni. Tehát rendkívül árnyaltan és sokszínűen adja vissza ez a film is tulajdonképpen a megtorlás történetét 1981-ben. Egyáltalán a forradalom szó, a történtek forradalomként való értékelése is már elégséges ok lehetett arra, hogy ezt a filmet nem mutassák be, majd a vita keretében kíváncsi lennék rá, hogy végülis mikor vetítették először ezt a filmet. És hogy a megtorlás mennyire nem éri el a céljait, megint csak ugye a kántor tanító a saját sorsán keresztül mondja el és idézi az ügyvédjének azt a mondatát, hogyha bármi köze lenne a párthoz, akkor tulajdonképpen kitüntetést kapna mindazért, amit tett, de hát egy kántor tanító mégsem tünthetetnek ki, tehát végül is megbüntették. Csak jelzés értékel a kivégzettek statisztikája, hogy a hatalom mit próbál bizonyítani, nem mennék ebbe bele, de látható, hogy közel 75-80%-ban a rendszer állítólagos kedvezményezett osztályai társadalmi néprétegei kerültek bitóra, a bitó alá, hiszen kb. 10% volt az, akiről sokszor manipulatív módon, hamis tanúkkal próbálták a rendszerellenességét bizonyítani.
Rendkívül szimpatikus volt nekem Lengyel Tóthi János is, és talán ma is lenne ok arra, hogy ezt a filmet ne 24 óra, tehát 0 óra 13 perckor kezdjék vetíteni. Ki merje azt mondani, hogy a politikába keveredik, az útja mindig egyenes tud maradni. Tehát nagyon komoly kritika, általánosságban is használható kritikai elemek vannak. Vagy például a rendszerhez való viszonyulást is tükrözi, az aki időt nyer, életet nyer mondat, amit szintén ez a nagyon okos, hányatott sorsú néptanító elmond. A másik film, ugye a Sír az út előttem, szintén ebből a szempontból néztem végig, még aztán rájöttem, hogy a negyedik részben vannak azok a interjú részek, amelyek a korszakommal, a témámmal összefüggnek. Ugye itt a Bukovinából elüldözött, áttelepített székelyek sorsával foglalkozik a film, rendkívül jó a technika is, hiszen ezeket az arcokat látni önmagában, esztétikailag és mindenféle szempontból élmény. Mik azok az elemek, amelyek 1987-es filmről van szó, megint csak a rendszerváltást megelőzően? Egy ellenforradalmi képpel szemben, amit ugye súlykol a társadalom, évente megnézették velünk, a gimnáziumban a Köztársaság térről készült szörnyűségeket, és elhangzik a mondat a filmben, hogy 56-ban valami új világot akartak, ami az életüknek több örömet fog nyújtani, mondja a tanácselnök Lakatos Antal. Újra az 50-es éveket veszi elő, és erre kitűnő interjúalanyokat találtak a szerzők, és szembesülünk tulajdonképpen a bármikor megismétlődhető, legalábbis diktatúrákban megismétlődhető szörnyűségekkel. Nincs semmi, de az nem lehet, hogy nincs semmi, még kell, hogy legyen valami, és azt az 50 kiló búzát is elvitték. Vagy például az 53-at követő időszak. Nagyon tetszik ebben a filmben, hogy nem vetíti vissza, jó 87-ben még ugye a Nagy Imre képpen egészen másképp nézett ki, de a 93-as filmben nagyon sok rendező, szerző fogjává válik a visszafelé vetített történelem szemléletnek, valakit megöltek valamiért, és ha megölték, akkor igaz lehetett az az indoklás, amit utólag ugye a társadalommal megismertetek. Tehát nekem tetszik az a fajta visszafogottság politikai kérdésekben, ami nagyon sok filmet nem jellemez, hiszen nem tudom miért úgy gondolják, hogy az országos megközelítés azok a célra vezetőek. Ugye ezt a filmet kiemelhetem ebből a sorból, hogy a pártitkár bocsánatot kért, hogy nem is volt az apát Kulák, és, vagy ugye az apjához szólt, János nem volt Kulák, és mégis Kulák listára tette. Megint csak 87-ben elhangzik a filmben, hogy amikor kitört a forradalom. Tehát a forradalom kifejezés, és én nem vettem észre azt a kompenzációs kényszer, azt a önkéntes alkalmazkodás, hogy még tízszer vegyük be a filmbe, hogy ellenforradalom, és akkor hát ha a hatalom a cenzúra átengedi. Bevallom őszintén, ugye egyszer elhangzik az ellenforradalom szó, mint értékelés, de ezt nem éreztem egyfajta ellenpontozásként, egyfajta szerzői, alkotói viselkedésként. És hát ez a csodálatos mondat, és ez az ember Márton Pál, aki érdemes lenne visszahallgatni, nem tudtam kivágni részleteket, azt mondja, felnéztem, és azt mondtam, lehet, hogy nincs Isten, mert ha lenne Isten, akkor lejönne és megakadályozna ezt a sok szörnyű igazságtalanságot. Tehát nagyon fontos előzménye, és ezzel hitelesíti az alkotók rendszerváltozás utáni filmjeit, hogy akkor is
még mondom, egy forradalmi tanács tagsággal és egyebekkel, mindenféle prekoncepciótól mentesen közvetítünk felénk a múltunk szörnyűségeit. Aki magyar velünk tart, itt egy pár arcot, egy pár képet kívánkom, hiszen ugye a beszélő fejek a meghatározóak ezekben a filmekben, illetve különböző archív részletekkel vágtak be a szerzők. Tulajdonképpen ezek a személyek is tükrözik azt a fajta sokszínűséget, ami a forradalmat jellemezte. Miért fontos a témaválasztás? Tehát 1993-ban tulajdonképpen virágkorát élte az 56-tal foglalkozó filmek készítése. Hát a kuratórium tagjaként Sára Sándor is tudja jól, hogy hány forgatókönyv készült és ebből mennyi film lett megvalósítva. Szinte hihetetlen, hogy valaki ebben a korszakban nem a nagypolitikával, nem a nemzetközi viszonyokkal akar foglalkozni, hanem választ egy Budapestről nagyon távoli, mégis különleges adottságokkal rendelkező térséget, ugye ez pedig a csurgói járás története, köszönöm. Tehát mitől különleges ez? Részben attól, hogy ugye a hatásába tartozó járás, ugye jugoszláv határ, a Jugoszláviával kapcsolatos hisztéria, több szempontból hatást gyakorol erre a területre, hiszen kitelepítések, vannak háborús övezet, erődépítés, nagyon erős katonai és főleg határőr jelenléttel. Tehát az 50-es évek, ha mondhatjuk, itt még ebben a közegben sokkal szörnyűbb volt, sokkal nehezebb volt megélni. Nagyon tetszett az, hogy az ott történteket mutatja be ez a film, annélkül, hogy didaktikusan próbálná ezt illeszteni az országos történésekhez. Tehát megismerjük tulajdonképpen azt a fajta sokszínűséget, azt a fajta alulról építkezést, és itt ugranék, mert az idő megy, amely a vidéket jellemezte. Én feldolgoztam az országos történéseket is, ezt összegeztem egy statisztikával, tulajdonképpen majdhogy nem órami pontosan a csurgói járásban is azok a dolgok történnek, amelyek országosan és főleg a vidékre jellemzőek, amelyeknek számomra egyértelműen az a végkövetkeztetése, hogy Magyarországon 27-én, 28-án győzött a forradalom, hiszen a szerveződések átlépték azt a kritikus mértéket, ami alapján azt a rendszer nem lehetett már szocializmusnak nevezni. Na most idáig eljutni is már szerintem nagyon komoly alkotói tevékenység, hogy arra vállalkozott, bemutatja, de minden ellenében tulajdonképpen, tehát az ország bármelyik pontjára jellemzően bemutatható. Visszamegyek az arcokhoz, mert az időm az lassan lejár. Kik azok, akik alakítják a történéseket? Ugye Kovács Andor a vasúttas. A vasúttas szerep 1956-ban pont. A csurgón lakó tanárok, a tanári társadalom, az értelmiség. A Báj nagy Ervin képét nem tettem be, de itt van az okos, szelíd, nem tudom, a mindig szomorú Tóth Zsuzsanna a felesége, aki a filmnek szintén egy központi figurája. Megjelenik az a fajta felelősség, ami Budapesttel kapcsolatban érdekes módon ritkán merül föl. Hol voltak azoknak a tizenéveseknek a szülei, akik tizenévesek meghaltak, köszönet nekik, érte, meghaltak a szovjet csapatok elleni harcba. Tehát végig követhető az, hogy együtt egymásért felelőssége is ez a megtorlás is igaz. És megjelenik a történetben az a figura is, és ez is fontos, aki tulajdonképpen a régi szemléletmódot hozza be, fölmentem Budapestre a forradalomban.
összeomlott előttem, loptak, raboltak, gyilkoltak, akasztottak, mondja, szerintem kicsi önmagának magyarázatot adva tetteire, később a karhatalmistává vált katonatiszt. Tehát nagyon érdekes és fontos film ez az 1956 történetét bemutató filmeknek, és nagyon fontos szerintem az az üzenet, bízom benne, hogy rajtam kívül még itt a teremben többen elfogadják ezt az üzenetet, napjainknak szóló üzenetként is, remélem ez így elindul. Szomorú az, hogy 56 a mostanra úgy elsikad. Pedig 56 nélkül nincs most. Ezt nem szabad, hogy feledésre merüljön. Mert ha ezt elfelejtik, akkor ez olyan, én úgy gondolom, ez olyan, mint amikor valaki megtagadja a múltját, nem akar beszélni arról, hogy honnan származott, múlt nélkül nincs jelen. És aki ezt úgy el akarja mosni, vagy olyan felületesen akarja 56-ot kinézni, az nem fog tudni mossa semmire semmi, és semmi jó nem fog belőle kijönni. Pedig akkor egy nagyon nagy lehetőség volt, amit most lehetne megvalósítani. Köszönöm Sára Sándornak ezt a filmet, és köszönöm a figyelmet.